50 millió euróval újraindítja az Európai Unió az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségének a finanszírozását. Az EU ellenőrizni akarja a szélsőségesek kiszűrését az ügynökségnél, amelynek 12 tagja Izrael szerint részt vett a Hamász októberi pogromjában. Közben Szergei Lavrov orosz külügyminiszter Törökországban arról beszélt, hogy Moszkvában eredményesen tárgyalt a palesztin frakciókkal, amelyek közt egység kezdett kialakulni. Videót tett közzé a gázai harcokról a Hamas, amely Izrael azután indított hadműveletet, hogy a terrorszervezet októberben 1200 izraelit lemészárolt. Több mint 250 túszt elhurcoltak, akik egy részét novemberben elengedték palesztin foglyokért, köztük terroristákért, cserébe. Többeket megöltek, 134-en pedig még Gázában lehetnek. A kiszabadításukat követelő tüntetések rendszeresek. Tel Avivban többen az amerikai nagykövetséghez vonultak, Bét-Semesből pedig 134 hordágyal indultak el Jeruzsálembe, ahol szombaton lesz demonstráció. We want to unite all Egyesíteni akarjuk egész Izraelt és az egész világot, hogy teljesüljön a legfontosabb küldetés és az ártatlan civilek hazatérhessenek a karjainkba, mondta egy 23 éves túsz anyja. Egy gázai segélyosztáson helyi közlések szerint több mint száz ember meghalt, de Izrael cáfolta, hogy a tömeg belőtt volna. A hadsereg szerint a palesztinok egymást taposták halára, amikor lerohanták a teherautókat, amelyek palesztin sofőrjei félelmükben a tömegbe hajtottak. A tankjaink biztosították a segélykonvoj útját, a drónjaink élőképet adtak. Amikor látták, hogy egymásra tapostak, leadtak pár figyelmeztető lövést, de ahogy nőtt a tömeg és elszabadult a káosz, a tank visszavonult, mondta a hadsereg szóvivője. Jeruzsálem megkorlátozták a templomhegyre hegyre beengedett muszlim hívők számát a pénteki ima előtt közben egy cisziordániai zsidó telepen egy palesztin fegyveres lelőtt két izraelit egy benzinkútnál. Egy humuszbár tulajjal lelőtte a fatakos merénylőt, aki állítólag rendőr volt. Bent voltam az étteremben, és lövéseket hallottam. Rögtön tudtam, hogy terrorista lehet, ezért kirohantam és leadtam egy lövést. Láttam, hogy rám nézett, próbált közel jönni, lelőni, de megelőztem, mondta a férfi, aki egyben a hadsereg tartalékosa. Benjamin Netanyahu kormányfő bejelentette, kezdeményezni fogják az ultraortodox zsidók besorozását a hadseregbe. A lakosság 13%-át adó szigorúan vallásos közösség egyes tagjai hétfőn utakat lezárva tiltakoztak ezzel Jeruzsálemben, ahol rendőrök oszlatták fel a tüntetést.